Van ám hangzavar, de akkor, ahogy néhol a forgalom is leáll. Komoly a tét, hiszen a szimóvisok felvállalták, hogy mindent beleadnak, és a maguk lehetőségeihez mérten hozzájárulnak ahhoz, hogy a tél elűzessék a kertek alól. Ma a télűző tavaszváró rendezvényünkre került a sor. A szimóvodások hagyományteremtés céljából 4 évvel ezelőtt találták ki, hiszen mi messze vagyunk a városközponttól, és nem tudunk mindannyian részt venni a Szent Pál Marista farsangi felvonulásán, ezért kitaláltuk és hagyományteremtettünk ezzel a programunkkal. 4 rendezték az első télűző felvonulást a szimóvodában. Mivel 4 is sikerült előzni a telet, így 1 később is megpróbálták, ugyancsak sikerrel. Ez a felvonulás úgy zajlik, hogy napokkal előtte már készülnek a csoportok különböző télűzők és mondókákkal, és mindig meghívjuk a kiskulcsosi tagiskola növendékeit is, hiszen a legtöbben egykori óvodásaink voltak, és nagy örömünkre mindig csatlakoznak, és segítenek ők is előzni a telet. A legyengített tél nem tudott ellenállást kifejteni, mikor jelenkori és egykori szímóvodások rákezdtek a télűző nótákra, mondókákra. Igaz ugyan, hogy néhány napig még lesznek hajnali fagyok, de a tél érdemi része remélhetőleg véget ért. Már csak azért is, mert a karcagi óvodások és kisiskolások nagyon sok energiát fektettek bele abba, hogy ez így legyen.